a svéd általános iskolákban vetítenek egy vidám filmet Magyarországról, ami arról szól, hogy itt diktatúra van. Nem térnék ki a szereplőkre, mert minek, pontosan azok szerepelnek benne, akiknek egy ilyen filmben szerepelni kell. Ellenben van benne egy kitétel, amin mélyen elgondolkoztam. Nevezetesen van egy Magyarországon élő svéd gyereklány, általános iskolás lehet, és az szerepel a filmben, hogy ez a gyereklány, így, ahogy fogalmaznak, elborzadva mutatja a Svédországban élő barátnőjének az egyik magyar történelem könyvet, amiben egy egész oldal szól a hazaszeretetről. És ettől ő el van borzadva. Hagy kérdezzem meg, és csak félig lesz naív a kérdésem, ha a svédek ma ott tartanak, hogy borzonganak a hazaszeretett puszta hallatán, akkor egyébként miért akarnak NATO tagok lenni? Mit akarnak megvédeni? Zsolt, egy olyan kérdést tettél fel, amire nincs válasz. Tehát most mit vársz tőlem? Mi van ebben meglepő? Hát ha amit csinálnak a svédek a saját hazájukkal, vagy azzal az országgal, ami rájuk bízott a jóisten valaha, abból egyenesen következtethető az, hogy ők nem szeretik a hazájukat, sőt, szabályosan gyűlölik, mert hogyha nem gyűlölnék, akkor nem tennék tönkre. Gulyás Gergő, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott ezután a film után, amikor majd sor kerül a Svédország NATO tagságának a ratifikálására, akkor jó lenne, hogyha a Fidesz-KDNP képviselőinek szavazás előtt levetítenék ezt a filmet. Ebben implicite benne van, hogy hát nem biztos, hogy ezt nekünk most hirtelen meg kell szavazni. Te mit gondolsz erről? Nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell szavazni. De nem hiszem, hogy nekünk egy olyan idejöző elbetéve vett szövetségesre szükségünk van, amelyik a saját hazájára is köpnem, hogy ránk.